Ma 20 éve zsúfolásig teltház volt a bújtosi csarnokban, a nyíregyházi férfi röplabda csapat ugyanis 2-1-es előnye várta a három nyert meccsig tartó Kaposvár elleni párharc negyedik mérkőzését. Az NVSC Szabolcs Gabona a Szeged elleni elődöntőt 3-0-ás söpréssel tudta le, és a döntő elveszett első meccse után kétszer is legyőzte a Kaposvárt. A negyedik találkozón szettenként 8, 6 és 5 pontot engedélyezett ellenfelének a Botos Ferenc által irányított házigazda, akkor még 15 nyert pontig tartott egy játszma, így a 3-0-ás siker Szabolcs-Szatmár Bereg megye első labdajátékban szerzett felnőtt bajnoki címét jelentette az NVSC Szabolcs Gabona számára. Az első meccsen, viszonylag szoros meccsen kikaptunk Kaposváron, a másodikon teljesen egyértelműen nyertünk, hát és igazándiból nagyon nagy bravúr, az a harmadik mérkőzés volt, ott 3-2-re nyertünk, és se előtte, se utána nem nyertem Kaposváron, és aztán hát itthon már akkor benne volt a levegőben, sőt, reggel edzésen már a nagy pesgőket is bevittük a bújtosiba, úgyhogy hát és 3000 ember itt óriási nagy dolog volt. És nem is gondolom, mert 20 év telt azóta, hihetetlen, hogy még mindig minden úgy emlékszik az ember. Azt hiszem, hogy hát a pályafutása legnagyobb sikere volt az itthoni döntő. A két kubai légiós, José Álvarez Coutinho és Ernesto Rufin Martínez mellett Bugyi József, Horváth Géza, Horváth László, Pampuk Csaba, Toronyai Miklós, Zádor Zoltán, Zajác András és Veres Péter volt tagja a bajnokcsapatnak. Az akkor 19 éves Veres Péter később Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban és Lengyelországban is komoly sikereket ért el, de máig a nyíregyházi mezben szerzett aranyérmet érzi leginkább magáénak. Életemben szerintem nem csak nekem, hanem mind a társaimnak is az első aranyérem a megszerzés, ez egy olyan nagy elismerés volt szülővárosunkban, mert tényleg olyan csapatról beszélünk, hogy a csapat nagy része nyíregyházi játékosból állt, illetve még azt jobban szűkítve, ez egy ilyen Árok utcai és Poroló környéki banda. Tehát elsősorban az, és maga a hangulat, amit a Bújtos csarnokban volt akkor. Az NVSC Szabolcs Gabona két évvel később ismét bejutott a döntőbe, akkor azonban alul maradt a Kaposvárral szemben. 2003-ban pedig anyagi gondok miatt megszűnt a csapat. Az akkori keretből Toronyai Miklós ma is az élvonalban játszik, a feladó a Kazincbarcikával készül a bajnoki fináléra.